Mennyből az angyal? Márai Sándor verse. Mennyből az angyal? Menj, sietve, az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió a fákon. Nincs más, csak fagy. Didergés. Éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtass szaporán a szárnyad. Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról. Ahol most gyertyafény világol, meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejem papír zizzen, ajándék, pölcszó fontolgat, okos szándék, csillagszóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról! Mondd el, mert ez világ csodája! Egy szegény nép karácsonyfája a csendes éjben égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez soknak, imádkoznak, vagy iszonyodnak, mert más lóg a fákon, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország! És elmegy sok ember előtte. A katona, ki szíven döfte, a farizeus ki eladta, aki háromszor megtagadta, vele mártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s még gyalázta, verte, szitta, a testét ette, és vérét itta. Most áll, és bámul a sok ember. De szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta? Vagy angyal hozta? És ki köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekszenek, csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát, mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról. Az államférfi parentálja, megáldja a szentséges pápa, és minden rendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember. Mi árat itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? Kérdik. Egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a költő, a szamár, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett, a csodát most is ők vigyázzák. Lehelletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal!